valami ifjú moszkvicsot. Most nem, hát azt dolgozni. Inka. Itt van a kút, három lépésre. De az olyan reklámot nézni kell, hogy majd. Milyen reklám? Jó. Yes. Igen. Reklámot azért nézzétek. Igen. Reklám. Reklámozza. Itt is benzink adunk. Hogy hívják ott a cikktartómnak a, hogy hívják ilyet, hogy mágneses? Azt a kis lebezét raktam hátam mögé. Egyedi dizájn? Igen. Na, kulcsot tedd bele. Amivel csapatunk itt körül. Szereti a torkát. Ajaj. És átlagban a tiéd mennyivel jön ki? Fogyasztás? Hát, hogyha 100 alatt hagyod, mondjam, 80-90, abból a világból kimegy, akkor egy olyan 8-8,5 literrel elmegy 100-on. Ha viszont meglövöd neki, akkor kinyit a duplatorok, akkor már lesz 10-12 között. Meg megy a 150-nel is. Megpörög, mint a barom. Megpörög, mint a barom, mert ugye csak 4 fokozatú a váltó sajnos, és nagyon kívánná az ötödiket. Ugye nagy a... Nagyon kipörög a motor, mert mégiscsak egy... Vagy nyomatérítés motor is. Sajnos, már ugye ezekbe beletette az ötös váltót, ugyanez a motorban pedig, mert nem is ebbe, de már egy ötös váltóval, tehát már teljesen kezelhető a történet. Az ötös sárgat, hogy a kerek van. Aha. Itt van, hogy a... Azok voltak a legjobb nyílod. Valaki egy kör? Megyek. Te van egy kicsit. Jó, akkor mind a kettő. Egy másod éve. Jó? Jaha. Jó, akár. Mi az? Te fegyedik beletett valahova? Kulcsot ide adod! Lezárt a kormány! Lezárt a kormányzár! A két kulcsos! Hát én beszorulok ide! Jó van! Ügyetek egy másfél éve! Aztán...
videót, az is most kicsit rá is támogatta. Ennyi volt a benzin, én nem lecsúszott a gyújtás kapcsolatban. Hát jelent, ha benzin gyújtott volna, akkor itt kapattunk volna. Hát akkor jöttek volna, azt hiszem, hogy itt meghúzod ezt a fölfele. Mind a kész vagyunk. Első most próbáltuk. Sokszor apkának a kollégája volt, egyszerűen dolgoznak, csak más most eljön.
jött ki. Nem sietem, most vannak ott. Na milyen volt? Jó. Nézd már meg Gabi, nem? Túlöltél? Tudjátok, hát itt fűtés van. Na, hogy tankolni? Nem vettem még tankolást. Köpök valami? Köp. Itt áll a köp. Benzinkút. De fanna ott van. Nem baj. Odáig minek megy autóval, érted? Mint ott van, az a piros tető is a benzinkút. Ja, az itt szembe. Hát az tényleg itt. Te gyalekú, pika. Na, hogy el is itt faszál, el is rendben lesz a fa. Nagyon bivaj lesz ez a, ez a moszkit is. Csak ez már az újabb generáció. Az isnek ez volt úgymond a váltóautója, ez, ez váltott az is. Ennek ugye nem volt ideje úgy be jönni, mert már a 90-es évek autója volt ugye. Addigra már nyugati autók visszaszorították ezeket a keleti autókat. Hát ez meg full föllelt állapot, ez még nagyon nem nyújtunk hozzá, annyit beindítottuk 20 év után, mert ha ott hoz. De még ugyanaz a motor, hát ott ugyanaz az 1.5-ös Moszkvics motor hosszába. Ez az igazi föllelt állapot, amikor így néz ki egy autó. Ebből kell egy szép, szép állapotot megoldani. Sok-sok munkaidővel. Így van, így van. Gyönyörűen kipucolni a motorteret, rendbe rakni, fékeket rendbe rakni, tényleg az alját lekaparni, ledrótozni szépen. És ezt ti kettel szoktátok megcsinálni? Vannak még nekem, akik bedolgoznak, karosszériás, fényezők, mert itt ugye hát itt csak alap dolgokat csinálunk. Hát szétszedés, bontás, alapjavításokat amúgy mi csinálunk, mert ez csomó mindent, hát Gabi is piszok ügyes egyébként, ő is. Meg van még egy segédünk, de hát ő nem annyira aktív. Szoktunk lenni. Mindig azt mondjuk, hogy kettő és felem vagyunk. Gömbi? Igen. Gömbivel sokszor egyel többen vagyunk. De hát szeretjük azért Gömbit, csak... Na hát, ott neki is készül egy autó. Igen. Ugyanilyen, csak dízel. A Ford motoros, 1.8-as. Volt az is ezekben gyárilag egy Ford dízel. Nem ilyen volt, 1000 éves autót. Tehát a nagy dráma nincs, tehát az alján is tök jó, ott látjuk, hogy a kerékjárati dolgok nem mondanak. Úgy egyben van az autó összességével. Tehát olyan nagy mutatványok nincsen meg. Ez is egy kuriózum ennek a pick-upja, hát ez olyan kevés volt fény korában is, hogy... Indulás. Tesztkor 2 verzió következik. Aztán a videó hamarosan lezárul. Merülök nagyba. Milyen nap a vezetni eddig? Még ideig furcsa.
is jobbra. Fúli. Várom,
bazár, bezárunk. Ezt csak akkor kibelülre, ez a barnás kis rész. Akkor igaz. Szukja. Új pilóta van a indítják be a moszkicsok. Hát valamiért nem sikerül. Thank you.
Igen. Csak kérdés, hogy van-e utánpótlás. Megyünk egy stesztőre, volt, és megjött. Na, azt mondták, hogy ki tudja nyitni. Na, jó van. Csak ki tudod. Hát kibírom. Jó volt? Jaj, ezt nem jól kötöttem be. Na, mehet a menet. Igen. Jó állapotban. Hát, ez igen. Szép állapotú. Na, beindult már ezzel? Hát, még gondolkozik rajta. Még kell elmenni? Kell neki egy kicsit, de minimális. Hangja van, tudod, akkor most is neked a tipikus hangja, tudod, amikor nyomod a gázt is, és hallod ezt a kis visítót plusz a motorba, az a differenciál műnök a hangja hátul, és minden Moszkvics ilyen, ez a tipikus igazi Moszkvics hang, nagyon szeretem, mindig úgy van, királyzai. Sokat áll nagyon. Mondom, egy évben van, hogy 200 kilométert megyek vele, van, hogy 2000, 3000, nem sok, kicsit. Sokkal többet kéne menni ezekkel az autókkal, de hát ez van. A veteránoknak ez a bajuk, hogy állnak, sokat állnak. Beteleltetem, ma fogom lerakni, beáll a garázsba, le fogom takarni, és akkor tavaszig, ennyi volt. Bocsikok, aztán majd tavasszal újra kezdjük.
is vagy azért. Igen. Ahhoz képest, hogy nincs hát jó, meg egy öreg autó, pedig már majdnem 40 éves. 83-as kiadású. Én valamikor ilyen autókkal kezdtem dolgozni, még a 90-es években, amikor ilyen 18 éves voltam. És azóta ez a szerelem megmaradt, mert mondom, gyerekkoromból indult ez nekem, akkor ilyen, mint ha én ilyen 8-9 éves gyerek voltam, akkor indult nálam ez, hogy ilyen izsekkel így barátságot kötöttem, és akkor mondom, elhatároztam akkor, hogy majd ha felnőtt leszek, akkor lesznek ilyen autóim, és akkor mára már úgy van, hogy tök nagyban tudunk ezzel aránylag azért foglalkozni, úgyhogy így kinőtte magát a dolog. Tök jó, örülök neki, szerettem csinálni. Hát mondom, ez az autó ez több millió forintot ér. Már több gyűjtő meg akarta venni tőlem, de hát nem adom el, mert ez annyira az én autóm, tudod, ez annyira tényleg a... Már megvan 20 éve nekem ez az autó. De ez a barna színű, ez nagyon jó, már neki. Aha. Ez annyi, hogy műszer van, hogy újra fogjuk kárpit adni, mert az évek során a ragasztó itt az látod egy kicsit jelengette. Itt is ez az iskravirat is sokkal szebb volt, csak most már egy kicsit ilyen izé, de ezt ki fogjuk szedni, valami valami műszer alatt, és akkor a kárpitosom ezt újra fogja most télen húzni. Tavaszra, patika legyen. Hát most is szép meg minden, de nekem már bántja a szememet ezek a szarságok benne. A többi az szép minden. Ennek is régi napellenző. Igen. Hagyományos. Hát szeressétek is az ilyen öreg autókat, mert igazából ugye veterán dolog, ez egy nagyon szép dolog szerintem. Nem csak hogy azért, hogy nekünk örömöt ad, az is nyilván az egy fontos része, hogy ad nekünk egy örömöt, egy, a lelkünknek, szívünknek tényleg ad egy jó érzést, életérzést, de az is, hogy minden egyes autó valami megmenekül a bontó elől, vagy a mélytelep elől, az enyészet elől, az mind megmarad az utókornak. És tök jó volt, hogy az utókornak, mint most ti is itt vagytok, hogy meg tudjuk nektek mutatni ezeket az autókat. Most, hogyha nem maradt volna egy se, akkor nem lenne mit megmutatni. Tehát ezért jó az az egész, hogy ennek az emberek mindig örülnek, hogyha ilyen régi autókat megnézhetnek, kipróbálhatnak. Ez egy ilyen kuriózum, ugye, és ez szerintem ez tök jó. Én nagyon élem, szeretem. Ha nézd meg az udvart is, itt vannak ezek az autók, tök jó látvány. Ilyet nem látsz se, ha egy kupaszban ennyi ilyen autót, érted? Na uram, jó volt? Jó volt. 100-al mentünk? Ennyi, mi bajunk? Semmi. Na itt közben már... Még mindig megy a szenvedünk egy kicsit azzal, hogy igen, igen. Jó volt. Élményes. Egy százassal megtoltuk neki itt a... Lelőttem. Vagy ha a balát átlövi már. Majd csak lesz egy kicsi játék valami. Thank you.
Ez az ülés is olyan kényelmes. Ugye? Mm-hmm. Már szép, ugye, szép autó. Jó, mert hűtött, cigar, jó, meleg, jó. Jó, nagy újtás. Majdnem pedig feladottam. Igen. A nidító is. Kicsit. Apának a szemem adott kell lassan oda le. A tó felé jön. Azt kell, hogy jól, hogy menjetek haza, mi maradunk. A világított, mikor áll az álmodban, csak nem, semmit nem. Levetted? Várjál, most mutatj ki a kézitre. Látod? Nulla. Valami csak leszappantotta. Na de akartam, ha egyik sarkot tortul egyik, az a biztos mindig. Pedig... Látod, a negatív kábel közvetlenül a áramfejtő kapcsolóra van, tehát igazán, mikor hát, áramfejtő, olyan, mikor levet, az is van. Egyébként igen, hát azért is kapcsoltuk, aztán nem csak, hogyha szar az áramtalanító, akkor áthúz. Szóval, mert akkor lenne áram, akkor is, ha rád van. Akkor is lesz így. Mindegy, maradt. Teherautómmal jártam ki. Lesz itt. Van traktoron, bocsánat, traktoron jártam ki. Rajta volt, hogy lemúlt éve az áramtalanító. Szartok rajta volt. Hát nem hát. Kapitán, itt tart minden. Hát, hogy van, hogy van,
Most a motor majdnem kiesik a helyére, legalább meg. Még egy operatőrünk is van itt. Na jó, ez az ügy is most már nem megy így, nem így, hanem most már megy így. Amíg ezt a beindítjuk, akkor mindenkinek én küldetek a tókvartra egy vacsorát. A sárgát beindítjuk. Ha sárgát is beindítjuk, akkor mindenki vendégem vagy vacsorára. Viszont én most ebben a videóban elköszönök. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az Izmos Tigre. Gyurika voltam. Sziasztok!